Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor be az öveket és nyújt be hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a Parallaxis női dimenziók, az MD Media X kromoszómás podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis női dimenziók második adása, a mikrofonnál Francia Réka Napjainkban az internetes technológiákat körülbelül 4 milliárdnyian használják személyes, illetve üzleti célokra, többek között információkeresésre, szolgáltatások és áruk megrendelésére, kapcsolattartásra, szórakozásra. 4 milliárd ember napi szintű jelenléte tartja mozgásban ezt az önműködő hálózatot, és mégis az internetes tartalmak felügyelete szabályozása még mindig gyerekcipőben jár. A virtuális térben való folyamatos jelenlétünk újfajta kapcsolatteremtő szokásokat hozott létre. Az online világban bátrabban, fesztelenebbül, nyersebben kommunikálhatunk, mint személyesen. A főkép írásos formátumú közösségi felületek hihetetlen mértékben kitágították a világ kommunikációs horizontját, és ezzel együtt szükségesé vált a kontaktusteremtés biztonságosabbá, barátságosabbá tétele. Bár önszabályozó módon kialakult egy rendszer a netiket, ami az angol netiket, azaz network etiket magyarosított változata, a mai napig kihívást jelentő feladat betartani a szabályait. Második epizódunkban tehát megbeszéljük, mi is az a netiket, a netes kommunikáció hogyan hatott a kapcsolódásainkra, hogyan változott az évek során, és miként tehetjük jobbá a saját szintünkön. Beszélgető partnerem lesz Farkas Katalin Mia. Szia, Mila! Sziasztok! És Tencer Franciska. Szia, Franciska! Sziasztok! Ugye a műsor elején elhangzott illemtan rendszer, a netiket, főként az írásos kommunikációra fókuszálva elmondja, hogy ezen a médiumon miként viselkedjünk. Néhány fontos alapelvet most elmondok. Ne ír csupa nagy betűvel, mert az kiabálásnak számít. Viselkedj úgy az interneten, mint a valós életben. Ne feledd, hogy az interneten vagy, a másik profilja mögött bárki lehet. Többen olvassák a hozzászólásaidat, mint amennyien írnak vagy reagálnak rá. Olyanokhoz jutnak el a szavaid, akiket nem ismersz. Kerüld a trágár szavakat, ne hagyd, hogy az indulataid vezéreljenek. Légy tekintettel másokra. Ne feltételez másokról több toleranciát, mint amennyi benned van. Ne meg más vallásához és hazájához fűződő érzelmeit. Mik a tapasztalataitok, mennyire tartjuk be ezeket a szabályokat? <laughs> ez egy nagyon vicces felsorolás volt, ha vele gondolunk, ez tényleg még akkor íródhatott, vagy íródott, amikor még a hajnalán volt az internet. Igen, főként, főként írásos, tehát tényleg nagyon az írásos kommunikációra köz, ö, összpontosít, pedig ezért most már vannak más médiumok is jelen. Igen, nem véletlenül, tehát amikor ezeket írták, akkor még elsősorban tényleg ö, ilyesmi ö, volt, ami elérhető volt mindenki számára. Azért lássuk be, hogy szerintem <laughs> rendszeresen elfelejtjük ezeket a szabályokat, és ma már nem jellemzően tartjuk őket, sőt igazából ö, néha nem, hogy nem csak, hogy nem tartjuk ezeket a szabályokat, van, hogy a teljesen ellentétét műveljük ezeknek az előírásoknak. Úgyhogy kicsit mókás, is így ennyi év távlatából elolvasni egy ilyen listát, hogy igazából ezek voltak az eredeti elképzelések, és ma is szükség lenne az ilyenfajta kommunikációra. Viszont, ha belegondolunk, tényleg hihetetlenül felgyorsult ez a világ, és az internetnek a fejlődése során mivel ugye sokkal jobb készülékekkel rendelkezünk, sokkal jobban tudjuk használni ezeket a hálózatokat, azokon is rengeteget fejlesztettek azóta, hogy ezeket létrehozták. Nehezebben tarthatóak már ezek, tehát már csak azért is, hogyha belegondolunk, hogy, és most nagyon előre ugrok, de volt egy olyan időszak, amikor a Covid miatt sokan otthon kellett, hogy maradjanak teljesen. Á, akkor egy hihetetlen nagyot változott megint ez a fajta kommunikáció. Igen, igen. És ugye eleinte azért voltak fórumok mondjuk, ahová azért úgy az ember az érdeklődési köre alapján került be. Nem volt ennyire nyílt, mint mondjuk egy Facebook komment szekció. Pontosan. És mondjuk, mondjuk ott is vannak olyan csoportok, ahol mondjuk moderátorok összeírnak pár ilyen viselkedési szabályt ott esetleg valamennyire be lehet ezt tartani, vagy tartatni, mert ugye a hát büntetés jár érte, nyilván kirúgás ki, ki rugás jár érte, hogyha az ember nem tartja be ezeket. Hát általában moderálás jár eleinte, attól függően, hogy milyen a védség, tehát azt azért jó esetben szokták szabályozni, hogy milyen fajta védségek vannak, ezeket szintezni is szokták a legtöbb helyen, és eleint, a, nyilván a kisebb védségekért eleinte moderálás jár, és csak végső megoldás a kirúgás, de van olyan védség, amiért automatikusan az, az jár, és hát nyilván látjuk is egyébként, ha megnézzük ezeket a mostani leírást, leírt szabályokat, amiket most felolvastál, azok, mert egyébként az interneten ezek elérhetőek, és hogyha bárki beüti, akkor gyakorlatilag az összes első cikk az erről fog szólni, hogy mi ez a kb 9-10 olyan alapszabály, amit így követni kell a netiket ö, tekintetében. Szóval, hogyha megnézzük ezeket, akkor azt is látjuk, hogy ott még nem voltak így súlyozva ezek a szabályok. Most már azért annyit fejlődtünk, hogy látjuk, hogy tényleg muszáj ezeket súlyozni, mert vannak kicsi vétségek, meg szándék nélkül, tehát amikor olyan hibát vétünk, ami nem szándékos, és esetleg abból ered a, a hiba, hogy mondjuk nem nem tudtuk ezt az információt, vagy nem állt rendelkezésünkre, és ezért mondjuk véletlenül egyszer elkövetjük, ami egyébként normális esetben nem történhet meg, mert ugye eleinte rögtön elolvassuk ezeket a szabályokat jó esetben, amikor belépünk egy ilyen közösségbe. ha-ha, igen, tehát nyilván mindenki elolvassa <laughs> az a szabályt, ami, ami előben írva. Viszont, viszont, vannak azok, amiket szándékosan követnek el az emberek, és most már tudjuk, hogy azért ezeket komolyabban kell moderálni, és nem, nem elég az egyszerű rászólás, hanem van, hogy tényleg automatikus azonnali tiltás jel vagy azonnali igen, egy igen. intézkedés is akár egyébként. Ilyen is igen, és ezek inkább a súlyosabb vétségeknél már, amik ilyen sértő viselkedések, offenzív viselkedések. most azt, ha valaki csupán nagybetűvel ír, ugye, és ki a bál, úgymond írásban, az még nem egy akkora vétség. Franciska, te mit, mit gondolsz? Betart nem tartjuk be, hogy tartjuk be ezeket a szabályokat, te ta milyen tapasztalataid vannak etéren? Hát szerintem minden attól függ, hogy milyen közösségem belül van, meg milyen fórumon belül, mert például különböző platformokon én is így csatlakoztam ilyen csoportokhoz, és egyes csoportoknál, nem tudom, így most konkrét példákkal élve az az a megszokott, hogy Cuki cicás képeket raknak ki, és mindenhol olyanokra, olyanokat írnak csak, hogy kis aranyos cukicicák, és, és nem tudom, mindig csak valamilyen <laughs> hasonló, kaliberű, nem kiabálós, nem nagybetű, és mind, nagyon aranyos dolgokat írnak, és vannak olyan fórumok, ahol például az a cél, hogy konkrétan a saját, nem is tudom, a nemzetünkből csináljunk vicceket, és ezeket felerősítjük, és saját magunkat oltjuk vagy, hát nem is tudom, bántalmazzuk furcsa szavakkal, de ez egyáltalán nem jelent kihágást a csoportból, mert mert tulajdonképpen ez is része a humornak. Ez egy nagyon érdekes téma, hogy ez behoztad a humort, mert azért írásban, hogyha mondjuk nincs ott egy, egy cuki emoji, vagy valami, akkor mondjuk a szarkazmust, vagy ilyesmit nagyon nehéz értelmezni. Meg hát ugye kinek mi a vicces? Mert ugye van, akinek a fekete humoris vicces, míg más, más, mondjuk sérti, vagy, vagy érzékenyen érinti. És hát most, amikor bent vagyunk egy, mondjuk egy nagyon széles közös, közösségbe, tehát mondjuk egy olyan csoportban, aminek van 16 ezer tagja, akkor ott nem fogjuk tudni, hogy most kit mi sért, meg hogy egyáltalán felelősségünk-e az, hogy, hogy, hogy erre ilyen szinten odafigyeljünk, és ezt tényleg csak kérdésként teszem fel, mert én se tudom rá a választ, tehát, hogy felelősségünk-e ennyire nagyon-nagyon utána gondolni annak, hogy mást mi zavarhat, mi kavarhat fel? Abból kiindul, amit a Franciska mondott, hogy, hogy ugye vannak ezek a eleve humornak szánt csoportok, tehát azért azt is figyelembe kell venni, hogy miről szól, mi a célja, és ez nagyon fontos, és tök jó, hogy ezt behoztad, hogy mi a célja az adott csoportnak, hogy miért hozták létre, mert hogyha most egy kifejezetten szarkasztikus, vagy fekete humoros ö, ö, oldal, vagy, vagy, fel, vagy csoport jön létre, ahol szándékoltan ez ez a, ez a cél, akkor sajnos, sajnos ez az a pont, ahol nem lehet szinte semmit megsértődni, mert, mert olyan dolgokról fognak az emberek poénkodni benne, ami így vagy úgy, de mindenkinek fájni fog egyszer. Tehát, hogy meg fog jelenni egy-egy olyan vicc, és hogyha egy ilyen csoportnak a része vagy. De ettől függetlenül egyébként én azt gondolom, hogy így is vannak olyan szabályok, amiket ettől függetlenül be kell tartani. Tudom, hogy a humort jól kell érteni. Igen, Tehát, igen. hogy mindig tudni kell, hogy mi a célja, hogy most itt az ember adott esetben magán is nevet, vagy mondjuk a saját közösségén, vagy az abban a abban a csoportban, mihova ő tartozik, és hogyha azt kigúnyolja, az adott esetben lehet egy, egy tényleg egy fricska, de, de ezt jól kell tudni csinálni és művelni, és jól kell tudni érteni is, tehát hogy nem kell mindig belekötni mindenbe, de tény, hogy vannak olyan, olyan szintű sértő humorok is néha az ilyen csoportokban, ami, ami azért Mindenkinek kicsit így kilövi a biztosítékot, szerintem ez, ez teljesen érthető, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz ezt szabályozni, és jól szabályozni. Igen, igen, igen. Vannak ugye nyilván alapvető irányelvek, de hogy gyakorlatilag kis túlzással a moderátoron múlik, hogy, hogy most akkor ő hogyan dönt egy, egy ilyen kényes kérdésben. És mivel ugye ezekre nincsen semmilyen erősebb törvényi szabályozás, és a moderátorok is szinte, szinte kivétel nélkül azért nem minden felületen, de a legtöbb felületen teljesen önkéntes módon művelik a moderátorkodást, nyilván az ő megítélésére van ez bízva, hogy ő most mit, hogyan ítél meg, meg általában nem egyedül van a jobb esetben egy moderátor, hanem többen is vannak. Meg is lehet vitatni, hogy ez most valami jogos-e vagy nem. Nyilván láttunk már milliószor olyat is, hogy, hogy egy moderátor volt az, aki részrehajló volt, vagy hogy őt kellett végül kitenni, mert hát ilyen is megesik. De de igen, ezt ez próbálja gyakorlatilag több milliárd ember egyszerre kitalálni, hogy ezt hogy lehet jól csinálni. És ez nagyon nehéz, pokoli nehéz. De egyébként a fórumokon kívül is um, szerintem nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy egy-egy ilyen privátabb jellegű beszélgetésben is milyen típusú ilyen etikettet tartunk be, amiről egyébként így konkrétan eszembe jutott valami, az az, hogy a, szerintem a napokba került elém egy olyan kérdés, hogy ti a chatgpt nek milyen, um, hogyan válaszoltok, hogyan írtok, hogy megszoktátok köszönni, hogyha, hogyha írtok neki, vagy, vagy válaszol, vagy um, mennyire illedelmesen beszéltek a chatgpt vel és ez is nagyon érdekes volt szerintem, és, Igen. és furcsa módon de az emberek nagy része mind azt írta, hogy emberségesen beszél velük, és, vagy beszél vele, vele az chatgpt vel és mindig megköszöni azt, ahogy így nem tudom, válaszol a kérdésre. Uh -huh, uh -huh. Hú. Igen. Hú, ez, hú, ez szerintem tök érdekes, ez nagyon érdekes Igen. egyébként, ez nagyon, ez nagyon a küszöbön van ugye ez a jelenség, most most léptük át ezt a küszöböt, leginkább az elmúlt egy-két évben, hogy chat GPT és hasonlók. Hú, ez nagyon, nagyon nehéz ügy megint, csak érdekes, hogy az emberek lehet, hogy még még a chat GPT-vel is emberségesebben bánnak egy kicsit, mint, mint más társaikkal előfordulhat, hogy kevésbé vagyunk ítélkezőek vele szemben, hiszen nem ismerjük őt annyira még. Vagy hát őnek hívjuk. A -a Alap esetben nincsen a chatgpt vel személyes konfliktusunk. Nem tudjuk hova beskatujázni őt, hogy most neki milyen a vallása, a politikai hovatartozása, a nemzetisége, vagy, vagy bármi. Nincs benne semmi olyan csoportban, nem követ semmi olyat, és nem nyilvánul meg úgy, amivel minket sértene. Tehát nincsen vele szemben sértettségünk, és emiatt tehát ő nem egy személy, tehát ugye miatt ö, szerintem úgy ezek az alapillem dolgok ö, jönnek elő, és, és azok, azok mentén viselkedünk vele. De egyébként az, az a téma rész is érdekes, Franciska, amit behoztál, hogy hogy, a, hogy a, az ilyen ö, chat kommunikáció, tehát amikor mondjuk ismerősökkel, barátokkal, tehát fészt, négy, négy szem közt beszélgetünk egy messenger chaten, vagy ilyesmi, nagyon érdekes azt a jelenséget is megfigyelni, hogy nincs feltétlenül beköszönés, hogy szia, és nincs feltétlenül elköszönés, hogy akkor hello, most már mennem kell. Tehát van olyan, hogy egyszerűen félbe marad a beszélgetés, és ezt már így megszoktuk, meg ez így rendben van. És nem is feltétlenül lehet számon kérni azt, ha valaki nem helyesen ír ezekben az üzenetekben. Tehát, hogy, hogy ö, valahogy az élő szónak egy ilyen lazább ö, leképezése a, a beszélgetés. Ez abszolút így van. Tehát ö, teljesen más szabályokat követünk ott, mint élőben. Például, hogyha mondjuk arról van szó, hogy ki mennyire meri őszintén felvállalni a véleményét, és ezek, ezt mennyire mondja el mondjuk ö, bántóan vagy mondjuk sértően a másik személy számára. Tehát nagyon sokszor olyat is megengedünk így láttatlanul ami valójában szemtől szemben az utca közepén nem válthető mindenki, merne. most nem állítom, hogy nincs olyan ember, aki ezt mondjuk személyesen ezt nem tenné meg, mert tudom, hogy de. De azért a többség sokkal lazább ilyenkor, főleg, hogyha mondjuk egy nem létező profil mögé tud bújni. De akár akkor is, hogyha egy létező profil mögött mondja ezeket, hisz úgy gondolja, hogy úgy sem fog ezzel a valakivel találkozni. És milyen kellemetlen, hogyha közben meg de? Tehát, hogyha utólag közben kiderül, hogy amúgy ismeritek egymást, vagy összefuttak mégis valahol, és, ne, és esetleg a másik felismer, mert ez bármikor előfordulhat, de tény, hogy mivel könnyű elbújni, így a idézőjelben, olyan tekintetben, hogy bárkinek kiadhatom magamat, gyakorlatilag, mert ugyan próbálnak ezekre a szabályokat létrehozni, de azért elég nehéz ezt, ezt jól navigálni, és törvényesem. Ez, ezért szerintem írtó nehéz beazonosítani bárkit is a valóságban. És pont ez a veszélye is szerintem egyébként sokszor a netnek. 1992 az a világháró létrejötte óta rengeteget változott is a netes tér, elvégre az szerint formálódik, amivel a felhasználóik alakítják. Tehát ugye számos témában történt például érzékenyítés, még az emojik választékának bővülése, rasszok vagy akár szexuális orientációk terén is lekövette a haladást és emellett ugye teret nyertek a videós tartalmak, a vlogok, megjelentek videós alapú közösségi médiás felületek, tehát az eddig zömében írásos kommunikáció sem csak írásos többé, emojikkal, képekkel, videókkal igyekszünk még élőbbé tenni. Ti egyébként mennyire használtok írásos kommunikációban ilyen képi médiumot, akár emojikat mondjuk, hogy, hogy, a szándékot a mondatotok mögött finomítsátok, vagy, vagy videócsetet mennyire használtok, és hogy ezeket egyébként szükségesnek érzitek-e egyáltalán, és hogyha igen, akkor miért? Én személy szerint azért tartom fontosnak használni az emojikat, mert tudják árnyalni ugye azt, amit, amit szeretnénk mondani, akár nem tudom, egy egyszerű mondatnak, hogy például vegyél a kenyeret, a, annak is lehet akármennyi mennyi töltete, és, ö, Igen. és nem tudom, lehet szépen is kérni, lehet dühösen is kérni, és akár ezekkel ki lehet egészíteni az emojik segítségével. Egyébként a videócsat az mm, szerintem kicsit másabb, mint a, a csetelés maga. Legalábbis én én elkülönítem a kettőt, mert a csetelésben egyszerű csak betűket és képeket használni a videócsetben, meg konkrétan egy élő felvétel, de legalábbis egy videó kerül ki a saját arcomról, szóval, hogy az arcomat adom hozzá, azzal egy kicsit másabb szerintem az egésznek a, a megjelenése. Egyébként ez nem titok annyira, hogy nem egy generáció vagyunk a franciskával, <laughs> és én arra lennék egyébként kíváncsi, hogy téged mennyire... Ö nem mennyire zavar meg, hogyha mondjuk egy másik generációban lévő emberrel csetelsz, és ő emo olyan emojikat használ, ami neked más jelentés neki is. Ez, ez, ez téged meg Van ilyen problémád egyébként? Mert én, én azt tettem észre, hogy nekem van. <laughs> Igen, nekem is. Én is egy másik generáció vagyok. Igen, és nem tudom, hogy neked van-e ilyesmi, hogy mondjuk egy idősebb, vagy egy nálad sokkal fiatalabb valakivel. Hát, egyébként létezik. Én is észrevettem már, hogy Néha nehéz a, például az idősebb családtagjaimmal beszélni, mert nem értem, hogy az az, az emoji miért került oda, és, és miért küldött egy like jelet, hát nem volt jelentősége. De mm, igazából gyorsan fel tudom dolgozni, és csak elkönyvelem, hogy á, szóval ő máshogy érti. Jó, jó. Jaj, jó. Van, egy, van egy ilyen történetem, ami így kering a neten, hogy, hogy egy ö, ilyen idősebb ö, nő használta a kaki emojit, de azt hitte, hogy az süti, és hogy viszek át nektek, és akkor nem a süti szót írta le, hanem ezt a kaki emojit rakta be, és hogy nagyon sokszor ugye ezt használta mindenhol, és neki nem tudom mennyi idő után mondták azt, hogy amúgy tudod, hogy ez nem is sütit jelent, hanem kakit. És hogy, és hogy ilyen ilyen dolgokból is milyen vicces szituációk kerekednek. De egyébként, egyébként nekem ez például egy, jó, ez is egy olyan nagyon újdonság volt, mert én sokat használtam a sima smiley, tehát a sima mosolygós emoji, tehát ami semmi cifrasság, csak egy mosolygó emoji. És ugye kiderült, hogy ez most már olyan passzív-agresszívnek hat. Tehát, hogy, hogy van benne egy ilyen fesz, feszültségi töltet. Hogy leírom valamiről a véleményemet, és mögé rakom ezt a kis mosolygós arcot, akkor ez egy ilyen passzív agressziót teszek bele, hogy na. De egyébként ez nagyon érdekes, mert ugye amikor mi fiatalabbak voltunk, és ez, tehát az emojikat még csak így, így elkezdett így beszivárogni, így minden. Igen, minden nem féle volt sok kevesebb tehát volt. Nem, nem volt annyira még gyakori ennek a használata, de voltak, akkor még tényleg nem, nem számított annak, és én is használtam, de mikor így fölhívták rá a figyelmet, hogy egyébként ez egy passzív, agresszív jel akar lenni, azóta én is annak látom, és ez tök ilyesztő, Igen, én is. Mert Nem is. tudom, Igen. hogy azóta alakítottak-e ennek, a, nem, tudom, nem néztem meg a grafikáját, de egy kicsit, mintha máshogy állna ennek a. Emojinak a szeme azóta? Vagy nem csak tudom, bele akarod látni már? Az csak bele akarod látni. Látja. Igen, hát lehet, hogy csak belelátom, de egyébként nyilván változtatnak ezeknek az alakján, meg folyamatosan újítják a grafikákat, meg bővül a szett, attól függően mindig az igények. Igen. Ugye ez Japánból jött ez az emoji szokás, tehát hogy ha esetleg ezt így valaki nem tudta, ugyanáluk ez elég gyakori volt, és szerintem ők nagyon professzionálisan használják a mai napig, úgyhogy nagyon érdekes nekem ezt, hogy most már én is annak látom, mert már tudom a jelentését, hogy másnak mit jelent azóta. Igen, Igen de amúgy az is érdekes, hogy, hogyha valaki viszont ezeket egyáltalán nem használja, tehát van, nagy betűvel kezdi a mondatát, ponttal végzi a mondatát, és nincsen sehol egy darab emoji sem, és mondjuk ezt tényleg egy ilyen csetben használja, akkor az meg már túl merevnek tűnik. Mert, mert mivel ugye a, a messenger cseten, ha beszélsz, ugye az élő szónak a leképezése, tehát attól, hogy te ennyire szabályszerűen írsz, mondjuk így, a másik mégis azt képzelheti a túloldalon, hogy olyan, mintha egy enciklopédiából olvasnád föl a mondataidat, és mintha így beszélnél. Tehát, hogy érdekes, hogy amikor ezeket olvassuk, akkor azt is hozzátársítjuk fejben, hogy a másik ezt vajon hogyan mondaná. Tehát, hogy, hogy ezt úgy mögé, mögé, képzeljük, mögé társítjuk, és ha nincsen semmi emoji, az túl komolyan. És egy én akár én a a, a netiketben is, hogy ugye ne, ne akard automatikusan feltételezni, hogy mit mond a másik, hanem először, ha nem vagy biztos a hangsúlyozásban, akkor kérdezz rá. Kérdezz, igen. Csak érdekes, hogy van ez a jelenség, és hogy ettől az már furcsának hathat, de ott van az ellentetje is, amikor, amikor meg túl sok emojit halmoznak föl, az meg már túl agresszívnek tűnik, mint hogyha így nagyon az arcunkba akar tolni valaki a, a, a nem tudom az érzéseit, vagy ilyesmi hogyha nem is használ senki se emojit, és csak leír valamit, akkor sem kell feltétlenül ilyen lexikon lexikonszerűen írni, mivel lehet árnyalni azzal, hogy mennyi magánhangzót, vagy más hangzót teszel bele. Például ez lehet, hogy az én rossz szokásom, de én néha szoktam úgy írni, hogy például leírom azt, hogy szia, viszont azt írom, le, hogy szia, hosszú a, sok a, Aha, Igen, és igen, ezzel... az az örömjele. jele. Igen, igen. Eredén, hogy így mondtad, hogy hosszú ez a. Jó, ez volt. ez nagyon, nagyon értékes a. <laughs> szóval szóval hogy ezzel, ezzel így lehet így, így a hangsúlyozást és az embernek a stílusát így átadni. Ez Egyébként, igen. Még egy valami eszembe jutott, visszatérve a passzív, a passzív agresszív kis mosolygós emojira, hogy Egyébként a mai nap a legújabb passzív-agresszív emoji szerintem az a kis, kis, mosolygós emoji, aminek cowboy kalapja van. Aha. Hmm. Lehetséges. Ebben még így nem gondoltam bele. Ez kicsit már olyan, hogy mire gondolt a művész, nem? Amikor megalkotta az emojit. Mire gondolt a költő. Hát igen. igen. Ö, egyébként egy kis, kis kitekintés, ez, ez Franciska, ez lehet, hogy ö, neked nem mond majd sokat, de ugye régen ö, volt a, az MSN Messenger, de akkor ismered mert ezek szerint. És ott volt például egy olyan funkció, hogy meg lehetett rezgetni a másiknak az ablakát, hogy figyelj már ide, mert írtam neked, ja. és ez például egy olyan határátlépés, tehát annyira, így visszagondolva ez annyira idegesítő, meg ott a másik érdekessége az MSM Messengernek az volt, hogy ugye bizonyos billentyű kombinációkhoz társíthattál mozgóképeket, ilyen nagyon kis pici mozgóképeket, kb. akkorák, mint a, mint, a, mint a mekkorák az emojik. De viszont egy idő után ez úgy elharapózott, hogy én már például nem is tudtam elolvasni és értelmezni, amit a másik ír, mert hogy e, ilyen villódzó kép követett villódzó képet az írásában, esetleg, ha egy oké, okay, Mit tudom, hogyha egy oké az egy ilyen villódzó kis el volt, akkor mondjuk a vagyok, szia, itt vagyok szó végén is, ott villódzott ez az oké. Tehát, hogy ennyire szavak helyett kitöltötték ezek a képek a teljes mondatokat, és már egyszerűen olvashatatlan volt. Szóval. Ú, az a, nagyon, én őszintén nem bánom, hogy ez, ez, a, ez a műfaj, vagy ez a rész ez így kikopott az de most hiányzik bizonyos tekintetben, de ez a rezgőmód, ez nekem, nekem is megvan, nem és írt idegesítő volt, hogy valamit csináltál, mondjuk, nem tudom, ja, éppen írtam a, a, az érettségire a, 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 a felkészülő stéteremet, és akkor felugrottam a messenger, mert éppen tette valaki, és a dolgom közepet közepén így megjelent a semmi közepén, úr úristen, mi az, mit szeretnél? Hát azért nem írok vissza, mert nem érek rá. Igen, igen. igen. Ez is, ez is, ez is eltűnt. De, de ez sem baj. Igen, jó, hogy fejlődik. Egyébként ugye az internet az életünk legtöbb területére kihat. És ugye a legfontosabb területek nyilván a kapcsolódásaink, a családunkkal, barátainkkal, általunk fontosnak tartott közösségekkel. Életetek során hogyan alakított a netes kapcsolattartás ezeket a kapcsolódásokat? Milyen előnyöket és hátrányokat hozott az életetekbe? Mert ö, ugyanis, míg én érzek egyfajta elkényelmesedést, és így kevesebb érzem szükségesnek a személyes találkozásokat, addig egy ismerősöm viszont azzal érvelt, hogy sokkal több barátra tett szert az internet széles világának hála, mint amennyivel személyesen tudott volna kapcsolatot kialakítani. Még a retrozabálóknak az első részében beszéltem erről viszonylag röviden egyébként, mikor megkérdezték tőlem, hogy hogy mi az, ami ö, jó, ö, régen jobb volt-e, mint, mint most, és akkor mondtam, hogy hogy nekem például nagyon, nagyon jó lett volna gyerekként, hogyha van internet, és így hozzáférek ezekhez a dolgokhoz, de nyilván itt az előnyére gondoltam ennek az egésznek, és ezt is domborítottam ki, hogy a kapcsolatteremtés miatt nekem nagyon jó lett volna, mert, mert én pont egy olyan közegben nőttem fel, ahol nem annyira találtam meg azokat a típusú gyerekeket, akik hozzám hasonló érdeklődési körrel rendelkeztek. És, és így sokkal jobb lett volna, hogyha rögtön megtalálhatom azokat az embereket a neten keresztül, akik, akik ugyanazt szeretik nézni, meg olvasni, mint én, és az így sokkal érdekesebb lett volna. De hogy visszakanyarodjak az eredeti i -i kérdés folyamra, nagyon, nagyon sok minden változott, mióta aktívan használom az internetet. Nyilván én, én nagyon érzem a különbséget, hiszen mikor gyerek voltam, még nem volt elérhető így otthonról az internet. Legalábbis ahol én laktam, úgy volt, hogy először nálunk az, az iskolában volt elérhető, és később kötötték be hozzánk, tehát a hálunk a, a lakásba. Nyilván ez nagyon változó volt, hogy kinek mikor lett először számítógépe, internetes, ez többi, ez ilyen környékenként, meg családonként nagyon eltérő volt, de nagyjából a hasonló időszakban történt ez meg, nagyjából szerintem öt éven belül, ha jól satszalom. És az, az van, hogy tényleg más más a kommunikációm azóta mindenkivel, könnyebb tartani a kapcsolatot, és éppen emiatt lehet, hogy sokkal kevésbé keresem nagyon sok ismerősemet, úgy, mint mondjuk kéne, uh -huh az a tudat, hogy, ő, hogy ők elérhetőek a számomra a nap 0-24 órájában, és ezt most értsétek jól, tehát ez nem azt jelenti, hogy, hogy fölöslegesen fogok valakit zaklatni hajnali kettőkor, mert nem vagyok az a típus, és ez megint csak eltéri, ugye, hogy ki hogy szokta csinálni, nekem egyébként le van nyomva a telefonomnak a zajongási egyéb funkciói, tehát csak kicsöngeni tud, más nem, mással nem zavar éjszaka, de tudom, hogy, hogy nem mindenki csinálja így. Nem, nem, nem gondolom, és emiatt, hogy úgy érzem, hogy bármikor elérhetem őket, sokkal keve kevesebb szer próbálom meg őket elérni. Ez, ez egy nagyon rossz tulajdonsága szerint nekem például biztosan, biztos, hogy nem minden ember csinálja úgy, mint én, de nálam ez, ez, sokat romlott ilyen tekintetben. Régen karácsonykor mindig küldtem SMS-t a többieknek, vagy, vagy valami ö, levelet, vagy valami hasonlóval megkerestem őket, vagy bármilyen időszakban, amikor szülinapjuk volt, ezekre jobban gondoltam. Most már, most már sokszor csak annyiból áll egy szülőnapi köszöntés, hogy dobok egy üzenetet csetem vagy valami, valami más felületen, esetleg egy gif vagy valami egyéb dologgal, cukisággal megtoldom, de nem, nem, nem kell hozzá fölhívnom, hogy, Megtegyem ezt. Meg ráadásul jelez is például a Facebook, hogy valakinek szülinapja van, tehát még csak nem is kell gondolnod ezekre az emberekre, nem kell észben tartanod, nem kell beírnod egy kis naplóba, hogy szülinapja lesz, nem jut eszedbe hamarabb, emiatt mondjuk jártatban keltetben nem is fogsz észrevenni egy kis apróságot, amivel meglepnéd szülinapra, nem kell semmit, semmire gondolnod, ott helyben gyorsan küldesz neki egy boldog szülinap üzenetet is, és ennyi. Hát ha Facebook felhasználó vagy, igen, de, mm. de egyébként meg bárki írhat bármilyen dátumot, tehát hogy nem feltétlenül igazi a Facebook Dátum, ezt azért hozzá kell tennem. Én, én, aki nekem fontos, annak fel van írva mai napig, meg meg, meg a legtöbbet tudom fejből. De ez egy ilyen dolog, hogy, hogy ez kinek mennyire fontos, szerintem. Nagyon-nagyon hasonlóan gondolom, mint Mila, uh -huh. mert én is ilyen, ez, ezáltal, hogy elérhetőek, így kevésbé keresem az embereket, és ráadásul nekem még az is itt van, hogy nekem valamiért nagyon-nagyon, hm, hogy is mondják megterhelő a telefonomat nyomkodni egész nap, és ez ez egyszerűen nekem nagyon visszás az egészben. A gépem előtt meg nem mindig szoktam ülni, szóval ezért nekem nagyon nehéz néha tartani a kapcsolatot. Amúgy pedig annyiból hálás is vagyok, hogy van ilyen kapcsolattartási lehetőség, mert um, például emlékszek, hogy az interneten keresztül volt, hogy megismertem nagyon jó barátaimat és már szerintem lassan tíz éve már jóba vagyunk, és az internet nélkül nem ismerhettem volna meg őket. Szóval mm, szerintem nagyon sok jó hatása is van, meg persze a távolságokat is leküzdi az internet szóval. Igen, igen, ezt abszolút egyébként ezzel egyetértek, és tökéletes, amit mondtál, nekem is van egyébként olyan barátom, aki, akit interneten ismertem meg még tizenévesen, és, és azóta, azóta, is tartjuk a kapcsolatot, és jóban vagyunk, és én se ismerném őt, hogyha ha nem lenne a net, tehát tényleg a távolságokat abszolút jól leközni. Az internet egy tök jó dolog. Nagyon-nagyon nagyon sok területen pozitív, hasznos, előremutató, segítő, támogató ö, ö, eszköz, amit jól kell tudni használni. És erre lenne a netiket. Meg, meg az, hogy betartunk szabályokat, amiket ugye, mivel ember, mi, emberek vagyunk, mi hoztuk létre az internetet, nem, nem attól kell várni a megoldást, aki, aki eredetileg annó bedugta az első ilyen kábelt, a konnektorba, hanem, hanem nekünk kell ezt szabályozni hosszú távon, közösségnek. És, és közösségnek kell ezt nagyon jól felépítenie, és hogyha ezt csináljuk, akkor ez ez egy tök jól működő dolog is lehetne, és kiragadnám még azt a részt is, amit Franciska mondott, hogy ne, hogy ő neki megterhelő ez a, ez a dolog, ez az online jelenlét, nekem is az. Tehát, hogy... Igen, nekem is. Igen, félig extrovertált, félig introvertált ember vagyok. Hol ilyen, hol olyan időszakaim vannak, amikor introvertáltabb időszakomat élem, vagy hogyha mondjuk nagyon aktív az életem úgy a valóságban, akkor egyszerűen nem, nincs időm folyamatosan a telefonomat nyomkodni, és minden órában ránézni, hogy most mi történt van, hogy egész napokra el tudok tűnni az online térből, és ez ugye szintén erre nincsen szabály, hogy milyen gyorsan kell válaszolnod, mondjuk egy chat üzenetre, hogy illik, mikor sértek Igen. már meg a másikat, hogyha ráni látta, de mégsem ír. <laughs> Tehát, hogy... <Igen. gül> és van... Itt volt, látta, azt mégsem ír. <laughs> Így van, pontosan ez, ez a méma, méma izé, Igen, muszika. az internet mémje. Um, Igen. szóval így, um, ez teljesen jogos, persze, hogy rosszul esik az embernek Én nekem is rosszul esik, ha azt látom, hogy valaki elolvasott valamit, de nem válaszol de tudom, hogy, hogy az élete zajlik közben ezer más dolgot csinálhat és az is elfőfordulhat, hogy közben megnézte, elolvasta, most ez nem eső és félreteszem, elfelejti és elfelejti rányomni azt, hogy mondjuk azt el, elintézze azt, hogy olvasatlanná tegye, hogy legközelebb eszébe jusson és idővel a lista aljára kerül az üzenetem és akkor így alakul, és van, hogy új De ilyet, kell, ilyet nem mondom. is tud szerintem a Messenger chat, hogy itt állítasz De. vissza egy üzenet. Tessék? De. De. De tud. Én szoktam Tudját? például a nem is Tud, ilyet? én vissza Ma szoktam állítani valami. olvasatlanra. Mert így <laughs> opá, tudom megegyezni, hogy kinek nem írtam vissza, például. Uh -huh, ott. Uh -huh. Nekem ez, ez fontos, mert tényleg olyan az agy, mint egy ilyen kis massza, hogy így befogadja az információt, aztán valahol így eltűnik benne, és van, hogy hogy egy héttel később így, így egy teljesen egyéb tevékenység közepette, éppen csinálgattam a kis teámat, így a filterrel, és akkor úristen, két heten nem írtam vissza az XY-nak, és így Jézusom pedig azt kérdezte, hogy, vagy azt mondta, hogy. Igen, igen. És, a, és, érdekes, hogy a másik oldal is többé-kevésbé hozzászokott ehhez, hogy hát nem válaszolt, hát van szeg elfelejtette, aztán lehet, hogy ő is elfelejti. Vagy ha egy kicsivel fontosabb az, hogy a másikkal beszélhessen, esetleg még egyszer ráír, hogy hello, biztos elfoglalt vagy, de azért majd írj le, hogy hogy vagy, meg mi újság. Szóval, hogy, hogy azért ennek vannak ilyen nagyon érdekes hozadékai, illetve nekem volt is konfliktus, ami ilyesmiből, tehát amit ugye te is mondtál, hogy, hogy vannak olyan napjaim, amikor nagyon introvertált vagyok én is, és egyszerűen a telefont a kezembe se akarom venni, napokig akár, ha mondjuk hétvége van, vagy ilyesmi, és nincsen rá szükségem, mert ugye gyakorlatilag net nélkül már nem lehet működni. De, de így hétvégén mégis az ember egy kicsit detoxikálódhat, ha, talán így is fogalmazhatnék, mert ugye ezek a felületek úgy is készülnek, hogy, hogy addiktívak, tehát addiktívak legyenek. Igen. És... Színes szagos. És, igen, 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 és én akartam egy ilyen detoxikálós időszakot, de hogy pont akkor ö, volt egy csoportos csetben megbeszélve egy találkozó, és az ilyen csoportos csetekben is például az is nagyon érdekes, hogy most valaki megnézi az üzenetet, de nem reagál semmit arra, hogy most mi a program, mikor lesz, mi, mi, mi hogy, merre, akkor a csoport többi tagja, vagy, tehát általánosságban úgy értelmezi, hogy jó, ha ez az ember nem reagál ezekre az üzenetekre, akkor épp nagyon nem ér rá, és most nem is lesz ott azon a találkozón. És ugye én is ö, így így voltam, tehát nem reagáltam, nyilván nem néztem, mert nem is volt a kezem ügyébe a telefon. De van, aki ezt úgy érte meg, hogy én ezzel ő, ö, nem érdekel az, hogy, hogy, hogy egyáltalán találkozunk-e vagy sem, és hogy ez nagyon rosszul érintette. És ez is egy érthető álláspont egyébként, hogyha, hogyha valakinek ez nem oké, okay, valakit ez rosszul érint. Tehát én azt gondolom, hogy ez ilyen, ilyen csetes kommunikációnál az is nagyon fontos, hogy kivel beszélünk. Hogy ő, ő neki mi az igénye érzelmileg, hogy mondjuk akkor írjál oda, írd oda azt, hogy figyelj, most nekem mennem kell, de hogy majd igyekszem holnap, holnap után válaszolni. Tehát, hogy valamit, valamit jelezni felé, bár hozzáteszem, az ember ezt sem mindig tartja be, de, de, de azért valamit jelezni, hogy igen, láttam az üzeneted, ne haragudj, izé, el fogom olvasni. Tehát, hogy valami jelenlétet te azért sugározza túloldalom. A másik, ami még így eszembe jutott, ahogy így, így mondtátok ezeket a dolgokat, hogy én ugye jelen vagyok ö, 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 ilyen discord ö, szervereken is, nevezzük ezt ö, azoknak a hallgatóknak a kedvéért, akik mondjuk nem ismerik ezt a felületet. Ez kb. És mint egy fórum felület, mondhatjuk így. Különböző chat szobák vannak, és akkor ott ott el lehet beszélgetni egymással. De hogy itt is van olyan, hogy ö, hogy mondjuk ö, beírok valamit, kifejtem valaminek a kapcsán a véleményemet, de mivel sokan vagyunk ezeken a helyeken, van, hogy végül senki nem reagál rá semmit. És most az embert, embert ez is rosszul érintheti. Tehát nekem is volt olyan, hogy, hogy rosszul érintett, hogy nem, úgymond nem beszélgetnek velem az emberek, és hogy, de ettől még nem arról van szó, hogy mondjuk én nem vagyok érdekes, vagy kifejezetten velem nem akarnak beszélgetni, de az ember csak feltételezgethet, hogy jaj, lehet, hogy nem értek rá, jaj. Tehát, hogy, hogy ez is egy nagyon érdekes rész, része, hogy néha ez a kommunikáció olyan, olyan, mintha a túloldalon nem lenne senki. Tehát előfordulnak ilyen helyzetek. Magányosnak a tömegben. Igen, ez az, ami nem történhet meg egyébként a valóságban, mert hogyha most ott vagytok mondjuk egy, nem is tudom, ott söröztök benne a kocsmában, és akkor igen. csak megjössz, és azt mondod hogy a többieknek, hogy sziasztok, képzeljétek, ez történt, ezért késtem, bocs, és akkor a többiek mód ülnek tovább, és nézik a sört. Igen, hogy <laughs> nyomkodják a telefont, igen. <laughs> igen, igen. Tehát, hogy így, hogy így ilyen nem nagyon történik a valóságban, Igen. hogy hogy ott még nem néztek rá. Jó, oké, okay, ha de, tehát, de, de, akkor nem tudom, minimum embert kell letölni az illetőnek, hogy valami nagyon durva dolgot csinálni, hogy így ilyen, ennyire ignoráljátok. De ez az online térben, hogyha sokan vannak a felületen belül, elveszik, senki nem érzi, ez inkább olyan, mint egy katasztrófa helyzet egy, egy bizonyos szituációban, amikor valaki mondjuk összeesik az utcán, és akkor ott van egy ember, akkor ő oda fog rohanni és segíteni fog, mert ő van ott egy jó esetben, ha van annyi lelkismerete, rohan és segít. De hogyha ott van 50 ember, akkor van, hogy az emberek csak így néznek egymásra, hogy most, most, akkor ki fog oda menni először, most oda megy valaki, és hogyha senki nem mozdul, akkor, akkor végül lehet, hogy így ott hagyják az embert az utca közepén is. És, és ez történik, De mindenki azt hiszi, is. hogy majd a, másik, majd a másik tenni fog valamit. Pontosan. Majd lesz ott valami kompetensebb ember, aki majd, aki majd helyettem oda megy. Igen, igen, ez, ez jellemző, és lehet, hogy kicsit ez is mozog, igen, hogy hát ha túl sokan vagyunk, akkor, akkor valójában egyikünk feladata sem feltétlenül válaszolni, vagy reagálni a másiknak valamit. Igen, mert ez engem nem érdekel, vagy én megyek dolgozni éppen, most pont nem fér bele, jaj, nekem ez a másik cset üzenetem most fontosabb, nem én fogok válaszolni. Vagy, vagy tényleg nem mozgatja meg egyik köjüket, és akkor ott van veled ötven ember, aki lehet, hogy nézte tíz, a többieknek még észre se veszik, és akkor olyan, mint amúgy senkit nem érdekelt volna, pedig nem Igen, biztosítva. és akkor ugyanennek a másik oldala, amikor mondjuk viszont valaki reagál, ugye valamilyen kis jellel az üzenetedre, egyrészt ez egy ilyen érzést tud okozni, egy kis dopamin löketet ad ugye az emberi agynak, hogy fú, jött, nem tudom, 38 szívecske, meg, meg 50 like a kommentemre, de hogy ez is egy ilyen emberi jellemző, hogyha valaki reagál arra a kommentre, akkor többen is fognak. Ha senki nem reagál valakinek a kommentjén, akkor más se fog. Tehát, hogy, hogy kifejezetten én is magamon is észrevettem, hogy a szemem azokat a kommenteket keresi, és azokat olvassa el először, amiken sok a reakció. Mert hogy akkor ez biztos mondott valami olyat, valami érdekes. De a videós részére kitérve, mert arról még nem beszéltem annyit, én nem nagyon használok videófelületeket, ugye én például én egy időben használtam a TikTokot, de én pont az a típus vagyok, aki így nagyon gyorsan lejött a szerről. Nekem ez annyira nem jött be, de ez, ez szerintem ilyen nagyon egyéni preferencia. Én inkább YouTube-os típus vagyok, szeretek, videókat néz meg instázok, de hát tényleg kinek mi, ö, én nem, én nem úgy meg nem szoktam feltölteni magamról, hogy nagyon nem szeretem, nem szeretek magamról videókat készíteni, 90-es évek gyereke vagyok, de én valahogy egy másik korszakban nőttem föl, engem gyerekként se fotóztak milliószor, én nem ehhez vagyok hozzászokva, és valahogy nem tudtam ebbe a világba így beasszimilálódni kellőképpen, sajnos egyébként én őszintén becsülöm amúgy azokban az emberekben, akiknek ez megy, hogy, hogy bárhol, bármikor tudnak fotózni, videózni, szelfizni, hogy ő nekik ez nem, nem egy diszkomfort érzés, nekem nagyon az. Jó, tudom, ezt is túl lehet tolni, és valamikor nem a videóval kéne foglalkozni, hanem a helyszínen jelen lenni, és csinálni, amit kell. Meg a másikra figyelni, ha már vele vagy. De hogy amúgy meg én például iridlem azokat, akiknek ez nem okoz gondot, és bárhol, bármikor, mert én, nekem ez nagyon nem komfortos élmény. Egész másod felvállod az arcodat, az arcműkádat, a gesztikulációdat, tehát ugye minden olyat, amit írásos formában nem tudsz megtenni. És egyébként oly, emiatt olyan is lehet, hogy valaki írásban sokkal jobban el tudja magát adni, mint szóban. Vagy az idősebb generációknál inkább fordítva, mert ők ugye annyira nem, nem tudják még követni ezt a ezt a trendet, meg, meg az emojik megfelelő használatát, amit Franciska is említett, hogy néha olyan érdekes dolgokat raknak oda. Egyébként családtagokkal vagy barátokkal változott a kapcsolódásotok valamennyire? Mert én például észrevettem azt, hogy, hogy így kevesebbszer hívjuk egymást, tehát még csak telefonhívás se lehet mondani, tehát nincsenek élő beszélgetéseink annyira sűrűn hanem akkor írunk egymásnak egy keveset, és olyan is van, hogy már a, a kevés írás is elkezd lemorzsolódni, és aztán meg végül hetekig nem írunk egymásnak semmit, előfordulhat, hogy családtaggal is. Mert ugye mindenki éli az életét, és emiatt ugye nyilván sértésnek se vesszük meg semmi, csak egy, egy jelenség. Így van. Teljesen ugyanezt érzem, elfoglalt egyetemistaként már a szüleimet sem hívom fel minden másnap, hanem már csak. Nem tudom, hat naponta szerint 5-6 naponta szoktam velük beszélni, mert egyszerűen messengeren nem úgy jön át a kommunikáció, meg nem úgy, úgy beszélünk chatben, vagy csetelés közben. Ezért néha megejtünk egy-egy 20 perces telefonhívást pár naponta. Egyébként pedig a barátaimmal, hát ez sokkal furcsább. Én, én nagyon nem, én is elég. Ilyen introvertált személyiség vagyok. Nem, nincsenek túl sok ilyen csoportjaim, ahol rengetegen vagyunk benne. Kevés is a barátom, viszont akikkel tartom a kapcsolatot, velük sem minden nap beszélek, hanem van, hogy talán kettő-három hetente küldünk egy-egy valamit egymásnak csak, vagy havonta egyszer felhívjuk egymást, mert csak így tud kijönni a lépés, de akkor azért bővebben beszélgetünk, átbeszélünk egy-két dolgot, de nagyon felgyorsult a világ, és, és nagyon individuumcentrikus lett így. Igen, igen, abszolút. És nehéz koncentrálni másokra. Igen, igen, ez tényleg így van. Inkább önkifejezés van, hogy, hogy befelé néz, találd meg a belső egyensúlyodat, dolgozmagadon magadon, gyógyulj, fejleszd magad, de hogy a kapcsolódásaid, és hogy azokat hogyan ápold, az, az mintha egy picit háttérbe szorult volna. De viszont egyébként most a kapcsolatokra áttérve, azért az is egy érdekes jelenség, hogy vannak ezek a randi applikációk, hogy úgy ott is ugye azért, az egy külön történet, én úgy gondolom, mert, mert eleve ott nem egy írásos kommunikációval kezdődik az egész, kívül, hogyha úgy az ember kap egy kéretlen jelölést, és akkor, ő, és akkor úgy, úgy írnak ránk, de hogy, de hogy az ember, mondjuk vegyük a férfiakat, a férfiak már nem úgy hódítanak, hogy akkor kezdeményezve odaállnak, és a sármjukkal, vagy a valamivel kisugárzásukkal le tudnák venni a másikat a lábáról, hanem kénytelenek igazából írásos formában valahogy úgy megragadni a másik oldal figyelmét. Ez persze nőkre is ugyanígy lehet igaz. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes jelenség szintén, hogy hogy már beszivárgott be ez az egész ugye az udvarlási szokásokba is, hogy milyen menő szöveggel tudod megkódítani az életük. Hát igen, egyébként ez is érdekes módon így a... Hát nyilván, ahogy mindennek, ennek is a részévé vált természetesen a, igen. A, így, az internet. Igen. <gül> <gül> igen <gül> ez, ez, kicsit, ez kicsit vicces így beszélni egy ilyen dologról, ez és nyilván attól függ, hogy ki hány és milyen féle társkeresőkön van jelen, mert hát nyilván azokból is Dunát lehet rekeszteni. Én mondjuk ezeket nem használom, nem szeretem, nekem nekem pont nem komfortos egy ilyen felületen. Öm, igen, van, mozogni. Én mutatói. nem így alakítok ki, igen. Hát nyilván buktatói előnyei is vannak, hát nyilván van olyan ismerősem is, aki vagy ismerőseim, akik gyakorlatilag így ismerték meg egymást valami felületen, és akkor így, így végül százasodtak, tehát hogy egészen odáig eljutott a dolog, hogy rendes mély kapcsolódás alakult ki, nyilván ki milyen célra megy fel egy ilyen felületre, tehát mindenkinek másak a motiváció egy ilyen, egy ilyen közegben. Én nekem ez nem annyira komfortos, de ez ilyen egyéni preferencia, hogy kinek jó az így ki az, aki nem, de ettől függetlenül nyilván folyamatosan zaklat a, a különböző applikáció, hogy de milyen jó kis társkereső, is lehet, hogy csak 5 méterre van tőled életet párja, és... és nem tudsz róla. És nem tudsz róla, mert lehet, hogy szomszéd fiú az is, miért nem kapok szállt de... Igen, igen, meg nem is tudom, van, van, valahogy nem az igazi úgy, hogy így írásban próbálja két ember megismerni egymást így a legelejétől kezdve, tehát van egyfajta, úgy szoktam mondani, hogy izzadságszaga, hogy akkor most próbáljunk valami témáról beszél hogy azt lássam, hogy a gondolkodás módunkban van valami hasonló, amiben megértjük egymást, de, de azért ez tényleg nem ugyanaz, mint, mint személyesen. Tehát ugye eleve kezdjük ott, hogy én szerintem a vonzalom a kémiával kezdődik, na ezt az írásos formában ezt a fajta kémiát, ezt nem tudod megtapasztalni, nem tudod érezni. Még vannak emlékeim a chat.hu-ról, az egy nagyon-nagyon régi felület, nem is biztos, hogy mindenki ismeri. Nyilván az egy olyan felület volt, ami úgy működött, mint valami írt, hogy vannak fönt tehát egy írsz felület volt. Vannak fönt emberek, bármilyen néven beregisztrálhatsz, nincsen fotó hozzá, teljesen egyszerű sablon háttér, mindenkinek csak a nevét látod, és gépeled a szöveget, mm -hmm. és igazából bárkinek nevezheted, és kiadhatod magad, úgysem fog kiderülni. És még onnan is volt olyan, is, olyan ember, akivel találkoztam végül élőben, és, ö, és nem volt meg a kémia. <laughs> Sajnos. Úgyhogy ö... Hát van ilyen, tényleg nagyon számít, és oké, okay, az teljesen más volt, mint a mai társkeresők, amiben már bármilyen bármilyen fotót felrakhatsz, videók készülhetnek, küldheted a másiknak már, amikor PM-ben nyomjátok, hogy, hogy bármit át küldhetsz neki, amit szeretnél, már nem úgy van, mint régen, hogy, hogy ehhez valami egyéb felület kellett volna, mert azon az adott programban ez nem működött. Vagy nem volt mivel lefotózni magadat és átküldeni. <laughs> mm -hmm, Kapott telefon. <laughs> Igen, kaput telefon. De, de, hogy, de hogy a mai a programokban is bármilyenné változtathatom a külsőmet. Tehát, hogy mi a garancia arra, hogy ha a társkeresőre beteszek egy képet, vagy bármilyen videót, akkor az pont én leszek, és pont úgy fogok kinézni a valóságban is. Na mindegy. Szóval igen, vannak előnye is, meg hátránya, és mondom, ki milyen motivációval megy föl. Ha... ha... valaki nagyon akar, szerintem ott is talál magának társat. Ha az 50. randi után, akkor az 50. után. Ha a harmadik után, a harmadik után. Tehát, hogy ki, kinek hogy jön össze. Ha az ember sokat próbálkozik, akkor valami csak sikerül, valami csak összejön. Igen, kitartónak kell lenni. Én nem vagyok elég kitartó ehhez. <laughs> Franciska, egyébként neked, neked, vagy így az ismerősi körödből esetleg van ilyen tapasztalatod ezekkel a netes írásos ismerkedésekkel, ilyen romantikus szempontból? Nem igazán. Nem jellemző, hogy, hogy ilyen netes társkeresés? Hát konkrétan ilyen, ugye az ilyen applikációkhoz kötve nem, nem tudok hirtelen, de most eszembe jutott egy példa, hogy közvetlenül a a közeli családom, vagy családtagjaim közül az egyik jük, valahogy tízen, egy évvel ezelőtt ismerte meg a élettársát most, és még kezdetben csak emesen nem beszélgettek, és azóta is folyamatosan együtt vannak, és már összeköltöztek, szóval szerintem ez nagyon becsülendő, és, és nagyon gyönyörű, hogy ilyen, hogy egy hogy lényegében csak a számítógépes kommunikáción keresztül ki tudott alakulni egy ilyen nagy és ilyen mély kapcsolat. De egyébként nem nagyon tudok másról a környezetemből, és én se vagyok annyira jártos ezekben. Még soha nem próbáltam ki ezeket, szóval és egyébként, egyébként ez érdekes, amit, amit mondasz, mert most eszembe jutatta, hogy ami a hátránya, az az előnye is lehet ennek az írásos kommunikációnak, mert mondjuk nem vakít el a kémia, vagy a rózsaszín felhő, hanem tényleg megismerheted a másiknak a gondolkodásmódját és a belső világát. Szóval ez is ilyen nagyon, nagyon kétélű dolog. Már egyébként... csak azért is, bocsánat, hogy beleszóltam még így a folytatásban, már csak azért is, mert egyébként valaki egyszerűen személyesen nagyon zavarban van, Persze. és nem olyan bátor, mint írásban, vagy nem nem mer annyira őszinte lenni, vagy nehezen fejezi ki magát, vagy tényleg szimplán a zavartsága miatt nem tudja úgy elmondani az érzéseit, meg a gondolatait, ahogy egyébként így egy távolságban meg képes rá, tehát ez tök jó. Szerintetek egyébként hogyan lehetne javítani? a netes kommunikáción is jelenlétent. A saját környezetetekben foglalkoztok-e ilyesmivel, és ha igen, hogyan teszitek? Tehát, ha mondjuk láttok egy, egy konfliktust, vagy, vagy bármilyen problémát valakinek a megnyilvánulásában, vagy, vagy akár csak ö, úgymond ö, tanító jellegű célzattal beszéltek másnak arról, hogy ezt hogyan kéne. Tehát hogy ilyet szoktatok-e? Előfordult-e már? és, és úgy, összességében mit gondoltok erről, hogy hogyan lehetne ezt, ezt javítani? Sokat szoktam beszélgetni külföldiekkel. Van egy pár barátom, akik próbálkoznak magyarul tanulni. Amikor írnak, nem mindig az jön ki, amit szeretnének, és valami teljesen, nem tudom, mint hogyha finnül vagy észtül írnának, de hogy biztos nem magyarul. És ilyenkor mindig leírom a kiavított változatot, hogy én ezt így írnám, és ezt így, meg így. Nem tudom, hogy ezt ilyenkor okoskodásnak hiszik-e vagy sem, de én mindig próbálom őket oktatni ezzel kapcsolatban. Meg a másik, hogy vannak olyan barátaim, akik, hát ez, ez fura, de hogy elköltöztek Magyarországról, magyarok voltak, és mégis a, nem tudom, angol nyelvet annyira sokszor használják, hogy kezd kikopni a magyar. Még nekik is kell segíteni, mert például még az is a nyelvtani szerkezetekben már annyira furcsán nyilvánulnak meg, hogy egyszerűen muszáj. Nem bírom megállni, hogy ne segítsek kijavítani azt a mondatot. Uh -huh. Szóval ilyenkor muszáj mindig kapcsolnom. Egyébként más ilyen ötletem nem igazán lenne, hogy hogyan lehetne javítani, azon kívül, hogy hogy az ember saját magára próbál odafigyelni. Uh -huh. Igen, igen, ez egy kulcs gondolat szerintem is, hogy, hogy fejben, magunkban kell elkezdeni ezt a, ezt a dolgot. Meg amit te mondasz, ez nagyon izgalmas szintén, hogyha valaki külföldi, egy másik kultúrából jött, és lehet, hogy neki, amit ő valahogy leír, vagy megfogalmaz, az mondjuk árnyalatában nem ugyanaz, mint amit mondjuk mi használunk, vagy leírunk, vagy akár neki furcsa az, ahogy mi megnyilvánulunk bizonyos dolgokban, tehát a, így írásban, esem hozzá, tehát most kifejezetten ugye erre gondolok. Vagy a netiket bármely területére gondolok, szóval lehet, hogy náluk ez, ez egész más. Most például ne, pont a napokban beszélgetek valakivel angolul, írásban, és a lávról beszéltünk, és akkor már eleve, ugye ez egy érdekes kérdés, hogy nálunk ugye van a szerelem és a szeretet, de hogy mind a két szóra az angol a lávot használja, és akkor próbáltam neki elmagyarázni, hogy mi a különbség nálunk a szerelem és a szeretet közt. Mert ráadásul van átfedés is, de azért még, még sem ugyanaz. Nálunk van ö, lényeg, meg árnyalatnyi ö, különbség a két szó között, és emiatt is nagyon érdekes, mert így akár félre is lehet érteni ö, ö, dolgokat, vagy, 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 vagy úgy tényleg egyetlen az, hogy, hogy meg tudod-e értetni magadat úgy, ahogyan tényleg szánod a másikkal, hogyha a kulturális különbségek is vannak, nem csak nyelvi különbségek, főleg írásban az írás még nehezítettebb pálya. Mila, Neked mi a véleményed erről a témáról? Abszolút, és tök jó dolog, amit amúgy Franciska mondott, szerintem is, hogy igen, elsősorban magunkra kell figyelnünk, és magunkat kell ezen a téren tanítani, meg fejleszteni folyamatosan, mert mindig mindannyiunknak lesz mit fejlődnie, főleg, hogy folyamatosan változik ugye az internetes közeg, a technológia, alig tudunk vele lépést tartani, egy iszonyatos tempót diktál igazából, így világszerte, és nem, nem, kell generációkat várni egy-egy dolog fejlődésére, nem sokszor egy-két éven belül történnek olyan változások, hogy csak kapkodjuk a fejünket. Én azt gondolom, hogy, hogy egyrészt fejlesztenünk kell magunkat folyamatosan tanulni, nem lemaradni, meg kell próbálni felvenni a tempót, és tanulni abból, hogy, hogy, hogy igenis nem lehet úgy hozzáállni, hogy van szűklátó körülön sajnos, hogy, hogy, hogy ez nekem már túl modern, ez engem nem érdekel, vagy ez nekem túl fejlett. én ezt nem akarom kipróbálni, ez nekem ijesztő, minden, minden új dolog ijesztő a legtöbb embernek, ez teljesen oké, okay, de nem lehet automatikusan bármilyen új fejlesztést elkaszálni. Erre figyelni kell, hogy, hogy azért próbálni kell haladni, muszáj, mert, mert, máskülönben akkora szakadék lesz egy generáció között, hogy, hogy az, az a végén tartatatlanná fog válni, hogyha nem kommunikálunk egymással, meg nem akarunk fejleszteni, és fejleszteni kell másokat, tehát folyamatosan tanítanunk kell egymást is arra, hogy hogyan kommunikáljunk jól, hogyan beszéljenek velem, én hogy szeretném, hogy beszéljenek velem, és hogy, hogy más is mondja el nekem, hogy ő mit szeretne, hogy ő mivel én hogy beszéljek, vagy, vagy hogy mennyire figyeljek rá. Ezek azok a dolgok, amik, amik, akkor működnek, amikor benne vagytok a beszélgetésben. Nyilván nem lehet odaállni egy egyébként ventelős komment szekció közepére is azt mondani, hogy akkor most mindenki fogja be, és, és mindenki kérje bocsánatot a másiktól, mint egy tanárnéni, vagy egy tanárbácsi, hogy akkor most mind a 30 gyerek csönd, és mindenki elnézést kér, ez itt nem működik egy komment szekcióban sajnos meg lehet tanulni, hogy nem szállsz bele, és nem, nem szaporítod a szót, vagy meg lehet azt is tanulni, hogy mondjuk, hogy mikor kell lezárni egy beszélgetést, mikor kell elnézést kérni, beismerni, hogyha hibáztál, vagy olyat mondtál, amit nem kellett volna, és nem szégyelni ezt a dolgot, mert ez nem gyengeség, ez egy fontos dolog, hogy meg kell tanulnunk. Hogy... Tehát ugye egymás kölcsönös tiszteletén alapul ez az egész, és, és az az, amit, amit gyakorolnunk kell, és, és, és fejleszteni, és tényleg hangsúlyosan szem előtt tartani másképp ez ez tehát az alapvető kommunikáció hangnemét is ez meghatározza hogyha tiszteletben tartjuk egymást és ennyi fért bele a mai műsorunkba, azonban mielőtt elköszönnénk, szeretnénk tájékoztatni benneteket, hogy a női dimenziókat bizonytalan időre felfüggesztjük, amíg a csapat újra el nem éri a tervezett létszámot. Hangsúlyoznánk, nem kaszáljuk a műsort, csak tagokat keresünk a folytatáshoz. Ha kedves hallgatóink közül bárki úgy érzi, szeretne részt venni a beszélgetéseinkben, jelentkezzen a podcast, azaz podcast, kukac, e-mail címre. Még egyszer köszönjük, hogy velünk voltatok, reméljük mi hamarabb tudunk új részekkel jelentkezni, addig is hölgyek előre, sziasztok! sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.